Május 8-a a Nemzetközi Vörös Kereszt napja, a karitatív szervezet svájci alapítójának, Henri Dunantnak a születésnapja. A Magyar Vörös Keresztet leginkább a véradások szervezéséről, illetve az adományok gyűjtéséről és továbbításáról ismerik, de a szociális tevékenységük ettől sokkal szélesebb körül. Május 8-a a Nemzetközi Vörös Kereszt napja. A Szabolcs megyei szervezet idén ezt egy héttel korábban elsősegélynyújtó, valamint csecsemő és kisgyermekgondozási versennyel ünnepelte. Egy svájci üzletember még 1863-ban hozta létre a Nemzetközi Vörös Keresztet. Ehhez a mozgalomhoz Magyarország 1881-ben csatlakozott. A Vörös Kereszt világnapja egyben az alapító, a Vörös Kereszt alapítójának, Henri Dunantnak a születésnapja. Ezen a napon ünnepeljük meg azt, hogy ő akkor elindított egy mozgalmat, amit abszolút a humanitárius elköteleződése és a karitatív lelke hozott életre. Ezen a napon emlékezünk meg arról, hogy mi vörös keresztesek, miért dolgozunk, milyen elvek mentén, és hogyan szervezzük a napi munkáinkat. Minden évben a világnap alkalmából megyei ünnepséget és majd országos ünnepséget is szervez a Vörös Kereszt, ahol elismerjük azokat a munkatársakat és önkénteseket, akik nagyon-nagyon hosszú éveken keresztül a Vörös Kereszt tevékenységének minden területén segítik a munkánkat. Napi szinten több száz önkéntessel dolgozunk együtt, hiszen ahány településen vagy közösségben véradásunk van, ott minden egyes helyszínen van egy olyan önkéntes, aki segíti a munkánkat, akár a kis településekről beszélünk, akár mondjuk Nyíregyháza megyei jogú városról beszélünk, vagy pedig munkahelyekről. Minden helyen van egy-egy olyan ember, aki elköteleződött ezután ez iránt, a mozgalom iránt. A karitatív szervezet a véradás mellett adománygyűjtéssel is foglalkozik, de segíti a rászorulókat és a nőket is támogatja az élet számos területén. Az egyik intézményünkben fogyatékkal élőket segítünk a napi feladatellátásukban, illetve anyaotthont működtetünk, ahol bántalmazott nőket várunk a gyerekeikkel, és segítünk nekik a mindennapjaik megszervezésében, illetve a megerősödésben, tovább lépésben. Ezen kívül nagyon fontos feladatunk az elsősegélynyújtás ismereteinek a terjesztése. Ez azért nagyon fontos, hogy minél többen értsünk ahhoz, hogy hogyan kell egy helyzetben megfelelő ellátást adni, hiszen nagyon sokszor a mentőszolgálat munkatársai azt veszik észre, hogy mentőt sem tudnak nagyon sokan hívni. Tehát az lenne a jó, hogyha egy-egy ilyen balesetnél, vagy ha valaki rosszul lesz az utcán, akkor a telefon az ne azért kerüljön elő, hogy fotót vagy felvételt tudjanak rögzíteni az arra járók, a kíváncsiskodók, hanem legyenek olyan laikus elsősegélynyújtók, akik rögtön el tudják kezdeni az ellátást, föl tudják mérni a helyzetet, szakszerűen tudnak mentőt hívni, és addig a helyszínt biztosítani tudják, illetve a sérültnek az állapotát meg tudják tartani, amíg a szakszerű segítség meg nem érkezik a helyszínre. Ugyanilyen fontos az, hogy a családi életre, az egészséges életmódra neveljük a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. Ennek egyik módja az, hogy a csecsemő és kisgyermekgondozási ismereteket nyújtunk, elsősorban a bázisiskoláinkban és bázisovodáinkban, ahol egészen kicsi kortól készítjük föl, mind az elsősegélynyújtásra, mind pedig a csecsemőgondozásra a gyerekeket. Az elsősegélynyújtás több szinten végzi a Magyar Vörös Kereszt. Például úgynevezett hősképzést is szerveznek, ezen ingyenesen vehetnek részt az érdeklődők. A hősképző az inkább egy ilyen ismeretterjesztő képzésnek mondanám, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy ezzel komolyabban is lehet foglalkozni. Ezeket főleg rendezvényeken, akár iskolai, óvodai rendezvényeken, vagy települési rendezvényeken szoktunk ezzel a programunkkal megjelenni, illetve megszervezzük annak érdekében is, hogy valaki az újraélesztés szakszerűen a kollégáktól el tudja sajátítani. Egy következő szint, ahol velünk találkozhatnak, akik az elsősegélynyújtással szeretnének komolyabban foglalkozni, ez a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó közúti elsősegélynyújtó tanfolyamunk, illetve munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamokat is tartunk, hiszen ennek is van egy jogszabályi vonatkozása,
egy bizonyos létszám fölött kell, hogy a munkahelyek szakképzett első segélynyújtókkal rendelkezzenek, akit a munkatársi körből képeznek ki. Úgyhogy erre is nyitottak vagyunk, erre is felkészültek vagyunk, és bármilyen fórumot, lehetőséget meg szoktunk ragadni, hogy ezt minél szélesebb körben népszerűsíteni tudjuk. És maradunk az egészségügy területén, 2018 március 1-től működik egészségfejlesztési iroda a Nyíregyházi járásban. Szakembereik elsősorban prevencióval, figyelemfelhívással próbálnak segíteni az érdeklődőknek. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban maga, az egészségfejlesztési iroda vezetője, Maravcsik Kornyicki Ágota. Kezdjük, üdvözlöm Önt. Tehát több mint egy éve létezik ez az egészségfejlesztési iroda. Miért jött létre annó? Az egészségfejlesztési iroda országos hálózata 2012-es évektől indult, és abban az időben a kormány úgy gondolta, hogy a primárprevenciós területen kell egy olyan hálózatot létrehoznia, amely irodáknak elsősorban a népegészségügyi célú szűrővizsgálatra való mozgósítása fő feladatuk, illetve az egészséges lakosokat elérve olyan primárprevenciós programoknak a megvalósítása, ami minél hosszabb ideig, minél magasabb életkorig tudja egészségben tartani a lakosokat az egészségtudatosságra neveléssel. Úgy fogalmaz, hogy primárprevenció, de ez konkrétan mit is jelent? A primárprevenció az ugye az elsődleges megelőzést jelenti. Ez azt jelenti, hogy a primárprevenciós programoknak a fő célcsoportja az egészséges lakosság, olyan lakosság, akiknél még nem diagnosztizált betegség, és próbáljuk az egészségtudatosságra neveléssel megtartani őket ebben az egészségállapotukban. Hát ezt lehet hallani a magyar lakosságról, hogy nem túlságosan egészségtudatos, de akkor ezek szerint tényleg ennyire nem, hogy létre kellett hozni egy egészségfejlesztési irodát? Így van, a 2010-es években már lehetett látni a statisztikai adatokból azt, hogy sajnálatos módon nem csak az Európai Uniós egészség állapotot mutató indikátorokhoz képest vagyunk nagyon alulmaradva, nevezetesen a születéskor várható átlagos élettartamban elmaradásunk mutatkozik, hanem számos olyan betegségek kapcsán, amelyek népegészségügyi megbetegedések, és jócskán túlmutatunk ezeken az uniós átlagokon, nevezetesen daganatos betegségben, szívérrendszeri betegségekben, és ugye az betegségek miatti halálozási statisztikánk is egész rossz volt. Úgyhogy mindenképpen kellett valamilyen olyan országos hálózat, akik tudnak olyan prevenciós programot működtetni, hogy ezt valamilyen módon hosszú távon javítani tudjuk. Hát akkor nézzük az elmúlt egy év tapasztalatait. Az elmúlt egy év tapasztalata az fele más, ha lehet így fogalmazzak, hiszen ugye a Nyíregyházi járásban működő egészségfejlesztési iroda területi lefedettsége földrajzilag nem csak Nyíregyháza, mint megyejóvárost lakosait érinti, hanem a járáshoz tartozó más 14 települési lakosságot is, ezért a prevenciós programokat nem csak itt Nyíregyházán, hanem a kis településeken is helybe visszük a szolgáltatással és megvalósítjuk. Ami a tapasztalat az az, hogy még mindig az egészséges lakosokat, nevezetesen a primárprevenció lényegét kivinni helyben még mindig nagyon nehéz, hiszen azt látjuk, hogy az egészséges lakosok még mindig nem foglalkoznak kellőképpen azzal, hogy egészségben maradjanak. Akkor jelennek meg többségében ezeken a programokon, amikor már van valamilyen elváltozás vagy tünetük, vagy esetleg diagnosztizált betegség. Úgyhogy érdekesek a programjaink, járnak is a programjainkra, viszont még mindig azt látjuk, hogy nem azok, akiknek igazából ezek a primárprevenciós programok szólnának. Hát akkor nézzük már meg az önök működését, tehát hogyha jól tudom, akkor a Józsa András oktatókórházban vannak bizonyos nap, amikor fogadják is az embereket, illetve akkor ezek szerint önök kitelepülnek, tehát majd, hogy nem lehetne azt mondani, hogy házhoz mennek? Igen, fogalmazhatunk így is, hogy házhoz visszük ezeket a szolgáltatásokat. Keddi napokon tartjuk az egyéni tanácsadási alkalmainkat, ahol állapotfelméréssel és mentális elbeszélgetéssel is várjuk a lakosokat, az érdeklődő lakosokat. Kedden 8 és 11 óra között az irodánk a régi gyermekgyógyászat épületének a második emeletén található,
és a keddi napon kívül pedig minden más napon, vagy kis településeken, oktatási nevelési intézményekben és lakossági szintéren jelenünk meg programokkal, vagy pedig Nyíregyháza városában más helyszíneken. Beutaló szükséges önökhöz? Tehát, hogy bármilyen házi orvosi intézkedés úgymond, vagy egészen egyszerűen, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretné megnézetni a miét, akkor nézzük. Tehát a vérnyomását gondolom az az alap. Így van, beutaló nem szükséges, jelenleg mi még nem tartozunk az OEB finanszírozás alá, úgyhogy bárki, aki úgy gondolja, hogy egy állapotfelmérésre van szüksége, akkor betérhet az irodánkba. Az állapotfelmérés alatt értem a rutinszerű vérnyomásmérést, vércukorellenőrzést, koleszterin szint vizsgálatot tudunk végezni, illetve hemoglobin vizsgálatot is. Mindezek mellett testmagasság, testsúly alapján tudunk testzsírszázalékot, testtömegindexet számolni, tehát alapvetően azt tudjuk megállapítani, hogy éppen aktuálisan abban az időpontban van-e valamilyen esetleg kardiovaszkuláris rizikója az adott személynek, és hogyha ez már olyan fokú elváltozás mutat a mért paraméterek alapján, akkor természetesen járóbeteg szakrendelésre, vagy pedig házi orvosi ellátásba irányítjuk a beérkező lakosokat. Tehát akkor ez eléggé széleskörű. Miért önökhöz menjek, és miért ne a házi orvosomhoz? Hát itt több indok is van esetleg erre, hogyha alapvetően csak felmerül a gyanú arra, hogy valamilyen elváltozás van, de még ez nem indokolt, és csak ellenőrzésképpen szeretné az adott lakos a vérnyomását, vagy a vércukor szintjét megnézni, vagy megvizsgáltatni, akkor érdemes hozzánk betérni, mert nincs várakozási idő. Természetesen, hogyha ez már magasabb fokú ellátást igényel, akkor mi minden esetben kompetencia határt tartva tovább fogjuk utalni a beteget szakellátó rendszerbe. Említette, hogy sajnálatos módon nem feltétlenül azok jelennek meg, akiknek igazából ezt kitalálták, vagy nem sajnálatos módon, minden esetre azért milyen célok vannak, hogy mégis azokat véghez tudják vinni, amiket még megfogalmaztak az alapításkor. Az egészségfejlesztési irodának az átfogó célja az, hogy a lakosságban az egészségtudatosságot, az egészséghez való viszonyt valamilyen módon tudja javítani. A hosszú távú célunk pedig az, hogy ezeket a nem igazán kedvező népegészségügyi statisztikai mutatókat próbáljuk megcsökkenteni, nevezetesen a haláloki statisztikába tudjunk egy picit belenyúlni olyan módon, hogy ha nem lenne fontos, illetve nem lenne szükség arra, hogy szívérendszeri betegségben akár 55 évesen is meghaljon valaki. Ugye ehhez nagyon fontos, hogy életmódbeli tényezők is hozzájárulnak, és szeretnénk az életmódbeli tényezőket javítani olyan módon, hogy mozgásprogramok népszerűsítésével adott esetben táplálkozás, helyes táplálkozási szokások kivitelezésével tudjuk a lakosok egészségtudatosságát javítani. Tehát az egészségfejlesztési iroda keddenként? 8 és 11 óra között várja a lakosokat a régi gyerekgyógyászat épületének második emeletén. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.